Az órát már az ókori civilizációk is definiálták, az emberiség fejlődése során pedig egyre fontosabb szerepet kapott. Az első áttörést a mechanikus óra megjelenése jelentette, egy évezred elteltével pedig már bárhol megtudhatjuk a pontos időt. Ennek több szerepe, illetve előnye is van, az egyik ilyen az energia megtakarítás. Magyarországon 1980 óta megszakítás nélkül alkalmazzák a téli és nyári időszámítást. Ezt egy Európai Uniós szabályhoz igazodva kormányrendelet szabályozza hazánkban. Az óraátállítással évi mintegy 100-120 ezer megawatt óra villamos energiát takarít meg az ország, ami körülbelül 30-40 ezer háztartás, tehát egy közepes méretű magyar város teljes éves energiaszükségletével egyezik meg. Tehát ez az a mennyiség, amit megtakarítunk az óraátállítással. Egyébként ez pénzben is jól kifejezhető. Körülbelül 4-5 milliárd forintot takarítunk meg azzal, hogy téli-nyári időszámítást váltakoztatjuk. De egyébként ez nem csak pénzügyi kérdés, hanem környezetvédelmi szempontból is rendkívül előnyös, hiszen az alacsonyabb fogyasztás kevesebb károsanyag kibocsátással is jár. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének főtitkára azt nyilatkozta a napokban, hogy a Magyar Tudományos Akadémiának kellene megvizsgálni, hogy energiafelhasználás és több más szempontból is mennyire hatékony az óraállítás. Erről kérdeztük a VOSZ Szabolcs megyei elnökét. Comba Csaba szerint a vállalkozások szempontjából előnyös, hogy van nyári és téli időszámítás, egy esetleges változtatás pedig több kérdést is felvet. Valamikor ugye a 80-as évben a nyári időszámítás lett bevezetve, akkor azzal indokolták, hogy energiát takarítunk meg, az országnak ez éves szinten körülbelül egy kis településnek az energiafogyasztását jelenti. Na most, ha csak ez marad, akkor mi lesz a télivel, illetve milyen ennek az egyéb kihatása, mert olyan vélemények is elhangzottak már, amit én is ismerek, hogy az emberi szervezetre való hatása az sem volt mindenkire kedvező, amikor a nyárira átálltunk. Most, hogy csak ez menne tovább, akkor ez milyen kihatása lesz. És azon kívül egy nagyon fontos kérdés, ami szintén már felmerült, hogy ha az Unióba csak mi állunk át a nyári időszámításra egész évben, akkor a többi tagállamhoz az időszámításunk el fog térni. Ez nem okoz valamilyen problémát. Az átállás előtti háborús időkben is alkalmaztak már hasonló megoldásokat. Az eredeti téli időszámítás mellé vezették be a nyárit. Idén, október 30-án, hajnali 3 óráról 2 órára kell majd visszatekerni a mutatókat.